utál az arcom, gyerekek, nézzétek meg. Pedig megpróbáltam lefedni mindenféle pattanást, de most utál az arcom. De a lényeg az, hogy képzeljétek el, most menjünk először a postára, mert eladtam egy táskát, amit nem használtam, méghozzá, amit Willhabenen vettem, és át akartam festeni egy piros Fendi bagett táskát, és nem hordom, tehát rájöttem, hogy egyszer nem akartam felvenni, nem volt rajtam, jó ötletnek tűnt az átfestése, de egy az, hogy nem akartam átfesteni, szép színe van ez a piros, de a piros az nem az enyém, úgyhogy most kasszára talált ez a táska, így feladom a postán, és csinálunk egy napot megint együtt, ugyanis ma ez egy ilyen, hogy is mondjam, nem szabad nap, hanem szabadság, mert a szabadságom előtti két napban úgy döntöttem, hogy egyet szabadnak kell még kivennem, mert nem bírtam tovább. Na de mi is lesz a mai videóban? A mai napon a nagy postázások után elmegyek a Belvederbe, a Belveder kastélyba, már megvettem a jegyemet, és a felső Belvederbe is bemegyek, mert kombinált jegyet vettem, és az alsóba is, mert ott van a Viva Venezia kiállítás, ami nagyon-nagyon érdekelt már akkor is, amikor voltam? Nem is tudom, mikor az. Májusban volt, amikor mondtam nektek, hogy van egy ilyen kiállítás a Belvederben, egészen szeptemberig, úgyhogy hát úgy döntöttem, hogy meglátogatom, és elviszlek titeket is. Nem tudom, hogy mennyire lehet mondjuk videózni, majd megkérdezem. Úgyhogy igen, Belveder, ez lesz a nagy program, és kaptam egy harci feladatot a lányoktól a rendelőben, ugyanis az egyik főnökasszonyomnak, pontosabban mindkettőnek színnapja lesz, egyik főnökasszonyomnak a nyúvánban kell beszereznem valamit. De rám van bízva, én választhatom ki. Csomag feladva, és várok a buszra, és megyek is, szerintem a Hauptbahnhof nem fog leszállni, és onnan meg gyalog megyek, nem szarakodok így villamossal, meg ilyenekkel. Ilyen time slotos jegyek vannak, tehát ilyen 10 óra 15-re vettem az én jegyemet, igazából szerintem mindegy, de időben oda fog érni, tehát először Belveder, mint mondtam, ott el fogok időzni minden esetre, és hát bemegyünk a First Districtbe is, azt hiszem. Természetesen már magamnak is kinéztem egy-két szépséget, majd mindenképpen körülnézünk a nyúvannál mindenképpen, mert oda muszáj mennem, meg hát úgy csinálunk egy ilyen csajos napot, ha már lett egy szabad napom, vagy kivettem egy szabit. Igazából szerda van, és holnap még megyek dolgozni, és akkor utána szabadság, két hét, de valahogy erre a szerdára nekem nagyon szükségem volt, mert tényleg el szerettem volna menni egy város nézni, kicsit kikapcsolódni, mert eléggé stresszes az a mostani időszak, látni is lehet a képemen szerintem, úgyhogy igen, ennyi. De majd úgyis még jelentkezem. Ráadásul azért is vettem ki Szabit, meg kell mondjam őszintén, mert tartalmat is akartam, vagy akarok még ezen a szerdai napon gyártani, ugyanis kicsit lemaradtam. És félő az, hogyha nem vettem volna ma ki egy szabad napot, hogy akkor nem lesz videó, amikor nyaralni megyek. És biztos vagyok benne, hogy nem történik semmi, hogyha egyszer nem lesz videó, de mégiscsak úgy magam miatt szerettem volna így bebiztosítani a nyaralást is, hogy a tartalmak azért kijöjjenek nektek, mert tudom, milyen az, amikor a tartalomgyártódra vársz, hogy feltöltse a videót, és nem mondom, hogy ennyivel tartozom nektek, mert hogyha nem lett volna kedvem, akkor úgy csináltam volna. De ez most így pont jól kijön a lépés. Ha van egy napom, tudok videót gyártani is nektek. Szeles idő van, de én a Wiener Kürtelről jöttem be, tehát a Hauptbahnhof felőli részről, és nem is a Bahnhofon szálltam le, hanem van ez a Belveder megálló, ami egy percre van innen, de nem jobb leszállni, mert csak egy zebrányit kell menni. Tehát, hogy ott láthatjátok a kastélyt, és ahogy itt bejöttök, ezen a kis járdán, tehát ott van ez a Bahnhof City a Hauptbahnhofnál,
És így jobbra pedig a Botanischer Garten van, ami a botanikus kert, és át is lehet menni, azt hiszem, hogy most már át lehet menni, mert annak, amikor mi itt voltunk, akkor nem lehetett, azt hiszem, valami felújítás miatt. De most be is megyek arra fele, és amúgy is szerintem már érvényes a jegyem. Na nézzétek! És van azért turiszt, de nagyon sokan nincsenek, nagyon-nagyon szép. Ima Belveder, ami nagyon sok kiállításnak is, műtárgynak, festményeknek ad otthont itt Ausztriában, és mindenképpen érdemes megnézni, és azt nézem, hogy az meg ott a sor, vagy mi? Na jó, nekem van jegyem. Ben már voltam, a Klimt kiállítást, azt már még a régi rendelővel, még a lányokkal megnéztük télen, ilyen karácsonyi vásáros időszakban, mert itt szokott lenni karácsonyi vásár is amúgy, meg ilyen kis standok, puncs, rum, mindenféle forralt bor. Akkor is érdemes eljönni, mert akkor is nagyon szép. És most mindjárt megkeresem itt a bejáratot. Akkor itt az oldalában lehet nyilván jegyeket venni, meg itt van egy ilyen bolt is, ahol mindenfélét lehet venni, ilyen szuvenírt. És ott írja is, hogy múzeum, és én egyből veszem is az irányt arrafele, mert ugye nekem van jegyem. És hát úgy gondolom, hogy ez egy ilyen laza szerda, 10 óra, mindenképpen érdemes online jegyet venni. És akkor itt lesz majd a múzeum bejárata. Megmutatom, hogy milyen hátul, és ugye ott látjátok az alsó belvedert, ott lenn, azt a kicsit, hát, jó. Ez jó lenne a hálóba azért. Amúgy nem kötelező a maszk, de mindig sokan nem tudnak úgy köhögni, meg tüsszögni, hogy a kezüket a szájuk elé rakják. Én meg jövő héten megyek nyaralni, úgyhogy inkább felvettem a maszkot. Jó, most meg vagyok itt a felső belvederben, és lemegyek az alsóba, ahol meg ez a venéziás itt lesz. És akkor innen le is indulok, vagyis el is indulok lefele, vagy nem tudom, hogy akartam most ezt mondani. Ott találkozunk. Látjátok ott a Stefánsdómot, miért ránagyítok, oda megyünk majd utána.
és egy nagyon kis kellemes nap van. És hogyha mentek lefelé, érdemes megfordulni egy kicsit, és visszatekinteni. Ezeket a napokat szeretem, ugyanis azért viszonylag keveset szoktam. Most mondjuk nem, mert ugye megfogadtam, hogy több ilyen videót fog gyártani, és ezáltal én is többet turistáskodom. És érdemes kihasználni tényleg, főleg nyáron. Azért télen nem sok kedve van az embernek hidegben, meg mit tudom én, ilyen taknyos időben, de nyáron nagyon-nagyon kellemes. És ugye ott láthatjátok igazából ez a botanikus kert már, ami ott van. Át lehet menni. Mondjuk innen nem, hanem kicsit feljebb kell menni, de át lehet menni, és érdemes azt is megnézni. És érdemes ugye tudomást venni most arról, hogy szerda délelőtt van. És így is, hogy mondjam, sokan vannak, ez igen, tehát jönnek a turisták, mindig beleáll a képbe valami néni vagy bácsi, teljesen mindegy, ez ilyen. De nem tudom elképzelni, hogy milyen mondjuk egy péntek délutánon, egy szombat délelőttön. Én inkább azt mondanám, hogy gyertek hétköznap, hogyha meg lehet oldani, mert talán akkor kevesebben vannak. Mármint, hogyha ti is annyira idegbe rakjátok magatokat az emberektől, mint én. Jaj, de szép virágok vannak ott. Azokról a kis színes virágokról beszéltem, nincs is, nem is tudom, bohókás. Nagyon-nagyon szép. Amúgy a belépő árak azok, tehát a belépő azt hiszem, hogy itt 27 euróba kerül az alsó és a felső belvederre kombináltan, viszont lehet külön-külön is venni, tehát nekem nem lett volna muszáj a felsőbe bemennem, meg amúgy is már voltam ott, de mindegy. Mindenképpen ott is meg akartam még egyszer nézni mindent, mert azért már régen volt. És azt hiszem, hogy ilyen 15 euró körül mozog per épületre. És itt van egy ilyen kis robotfűnyíró, de aranyos. Gondolkodom robot porszívón az ugrókásba. Mert rohadtul nincs kedvem porszívózni. Mindegy. Tehát 25 eurót fizettem én a jegyért, ugyanis azt hiszem, hogyha online veszitek, 2 euróval olcsóbb. Én nem vettem soha ilyen tárlatvezetést ezzel együtt, hanem igazából most én bemegyek a közepére, és majd lehet, hogy innen fog indexképet lőni a videóhoz. Tehát soha nem vettem ilyen tárlatvezetőst itt különben, meg hogyha ott maradsz egy ilyen csapatnál, amúgy is hallod, hogy mit beszélnek, tehát érdemes azért fülelni. De minden képnél ki van írva, hogy ki csinálta, honnan van, kiről van, miért. Úgyhogy ha több időt szeretnél eltölteni, akkor mindenképpen ez egy ilyen, akár egy fél napi program is lehet, hogyha mindent átolvasol. Szóval lelá! Hát itt vagyunk. És tényleg kezd nagyon meleg lenni, ami szuper. Nagyon szép. És gondoltam, hogy meghoztam közelebbről a virágokat is. Épp leállt ez az öntöző rendszer. Ide tudok jönni. Nagyon cuki. Amúgy innen egyenesen lefele be is lehet sétálni a városba. Én nem tudom, hogy sétálok-e vagy villamosozok. Egy ilyen 5 perc sétával meg is érkeztem ide. És be is megyek. Kurva életben, hogy egyedül jöttem. Most nincs fotóm arról, ahogy éppen valaki hátulról lefotózta, hogy én kémlelek valamiféle művészeti alkotást a múzeumban. Nem tudom föltölteni Instára. Ma azt jelenti, hogy ott se voltam, ugye? De nem tudom a ez a verences kiállítás nem volt olyan nagy, mint amire számítottam. Végeztem is, nem tudtam még erről fotót vagy videót készíteni, mert aztán rám szólta. Most megyek is a belvárosba, és szerintem először azt hiszem, hogy a New One-ba fog bemenni. Úgy voltam vele, mivel még annyira nem vagyok elfáradva. És hogy meglegyen a kilométerem, inkább elsétálok így a Kárc pláchoz, és akkor onnan be a belvárosba. Nincs messze amúgy. Itt amúgy is
Szépek az épületek, sok a Wiener diplomátos rendszám. Vigyázzatok, nehogy belemenjetek valamelyik autóba, mert akkor kaptok egy jó kis büntetést. Itt is vagyunk a Musikvereinnál. Ezt már szerintem ismeritek, aki régóta követ. Párszor voltam itt így nézelődni kívülről. Az újévi koncert az még nem jött össze. Annál, és nem kaptam azt a karkötőt, amit szerettem volna a főnökasszonyomnak, de nagyon szépeket vettem neki így is, és magamnak is. Úgy voltam vele, hogy hát nem adhatom ott már azt, amit kinéztem, majd megmutatom neked mindenképpen. Nem tudom, hogy van-e rúzsa a fogaimon, ezt majd még meglátjuk, fogalmam sincs. Voltam a Peek & Cloppenburgban, és a páromnak vettem két pólót, a jogtól. Azok nagyon, nagyon király minőségűek voltak, szerintem. Nem menjek a Zarába. Nem is tudom. Itt az utóbbi időben nem találtam semmit a website-on. És tudom, hogy érdemes-e bemenni. Hát lehet azért benézek, ha már itt vagyok. Isten, nem, kint jöttem be. Fordultam az ajtón és vissza is fordultam, annyian vannak. Meg ugye most leárazáson már minden össze van dobálva, mert amúgy már ilyen, nem is tudom, egy óra van, két óra körül van, és inkább nem. Hazaértem nemrég, és gondoltam, hogy be is fejezem most ezt a videót, le is zárom ezzel, és zárad a háttérben a ruha. Most már tök jó, mert most van pont az állványomnak itt hely a nappaliban, és egyre több helyünk lesz az a helyzet. De a lényeg az, hogy megmutatom, hogy mit vettem magamnak igazából, bár a mai nap az nem egy ilyen vásárlós nap volt, nem is akartam úgy semmit venni, nem is volt hozzá türelmem, tehát hogy én inkább így az inspirálódás célja miatt mentem a Belvederbe, és ez egy ilyen kulturális nap volt, inkább megélveztem az időjárást, meg hogy járkálok, és ugye az ajándékot a főnökasszonyomnak beszerezni. Ezt nem fogom most megmutatni nektek, hogy mit vettem neki. Nyakláncot és egy karkötőt vettünk hát a lányokkal így együtt az egész csapat. És pont akkor lesz a szülinapja, amikor ilyen szabadságon leszek, de majd holnap még úgyis csütörtök, amíg dolgozom. És akkor még lesz időm ezt odaadni a lányoknak, hogy majd át tudják adni. És természetesen, amikor kiderült, hogy engem küldenek majd el, vagy hát én felajánlottam, hogy hát amúgy is a városban vagyok, akkor megveszem neki az ajándékot, mert mindenki úgy volt vele, hogy bemenni munka után, túl késő van, stb. Úgyhogy magamra vállaltam ezt a feladatot, és már kinéztem magamnak is egy-két dolgot, viszonylag sok mindent kinéztem magamnak, így lefotózgattam az oldalról. Ugye Nyuannak két üzlete van Bécsben, és különböző dolgok vannak mindegyik üzletben. Ahol én többször voltam, az a nem is tudom milyen, Seilergasse, azt hiszem, ott a Haushaus-nál. Ott inkább ezek a fine jewelry, ezek az értékesebb ékszerek vannak, ott vettük a gyémánt nyakláncomat is. És van egy másik üzlete, az pedig a Goldschmidt-Gassén van, az onnan van gyalog 2 percnyire, tehát a Grabenfele, hogyha mentek, be kell menni igazából jobbra, és akkor ott is van maga az üzlet. Ott pedig ezek a bevont, tehát aranyozott dolgok vannak, és hát onnan kinéztem egy-két dolgot. Pontosabban amiért mentem, mert azt hittük, hogy még van egy darab így raktáron, aztán mondták, hogy nincsen. Ugye a főnökasszonyomnak kellett volna egy karkötő, amit szeretett volna, vagy hát csak így tudtuk, hogy az nagyon tetszene neki, de nem sikerült megszerezni, online sem elérhető, és azt mondták, hogy majd esetleg valamikor lesz belőle, de úgy voltam vele, hogy mindegy, akkor amúgy is mondták a lányok, hogy válasz neki valami másikat, ami úgy gondolod, hogy tetszene neki, és akkor ezért esett a választásom egy nyaklánc karkötőszetre.
és mindegy is, tehát átmentem a másik üzletbe, mert az első üzletben, ahol benn voltam, ott mondták, hogy azok, amiket én magamnak kiválogattam, azok a másik üzletben vannak, úgyhogy menjek át oda. És átmentem oda, ahol úgy voltam vele, hogy így az eladó az ilyen nagyon, nagyon kedves volt, de nem is tudom, hogy mondjam. Talán úgy éreztem, hogy a terhére vagyok, pedig kedves volt, de hogy így szerintem látta, hogy jó sokat kigyűjtöttem, tehát sokat, mit tudom én, egy olyan hatféle dolgot, amit szerettem volna megnézni. És az így ki volt nekem screenshotolva, és mondtam neki, hogy itt vannak ezek a dolgok, szeretném őket megtekinteni, és akkor elkezdtem így már láttam rajta, hogy menjél már, de kedves volt, tehát hogy nem erről beszélek. Kicsit azért olyan kellemetlenül éreztem magam így vele, holott tényleg kedves volt, de ilyen műkedves. Tehát, hogy nem tudsz rá mondani semmit, vagy nem tudnál rá panaszt tenni, mert hogy nem szólt be, vagy valami, de hogy így éreztem azt, hogy még egy jön, még egy bejött, még egy... Tehát, hogy inkább úgy voltam vele, hogy jó, ami a kettő, ami nagyon-nagyon tetszett, azt először kivetettem vele, mert úgy voltam vele, hogy szeretnék egy rose gold szettet is a New One-tól, pontosabban ilyen bevontat, tehát ezek az olcsóbb ékszerek. Karkötőt és nyakláncot néztem ki, és ráadásul a New One-nál szerintem ez az én véleményem, az arany ékszerek, a bevont arany ékszerek, tehát hogy nem a drágábbak, ami nekem is van nyaklánc, ami tényleg arany, mert azok nagyon, nagyon szép aranyszínűek, viszont a bevont aranyozott ékszereiknél az arany, az nagyon sárga szerintem, vagy ilyen, nem is tudom, az az aranyszín annyira, tehát hogy ilyen nagyon visít az az aranyszín, nem a legszebb szerintem. Ezért úgy voltam vele, hogy amit most így nézelődnék, azok inkább így a rose goldok lennének, mert az viszont nagyon, nagyon szép náluk. És jaj, meg is mutatom nektek, hogy én mit vettem. Én mindenképpen lóherés dolgokat szerettem volna venni. Ugye lóherés karkötöm van, amit anyukám kapott apukámtól, de azzal úgy vagyok, hogy tudjátok, én nagyon féltem, nehogy valami baja legyen, és csak különleges alkalmakkor veszem fel. És láttam a New One-nál, hogy vannak ilyen lóherés kis, akár drágább dolgaik is, de vannak az olcsó kategóriából is. Nagyon kis vékony láncok és karkötők. Úgyhogy én elhoztam egy karkötőt, és elhoztam egy nyakláncot, méghozzá ez a rose gold történet. Nem tudom, hogy mennyire fog fókuszálni. Valószínűleg át sem mennyire, várjatok. Hát itt most kicsit meg vagyok ezzel lőve. Lehet, hogy majd berakok róla egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen kis klippet, ahol éles. És maga a nyaklánc az ilyen sima nyaklánc. De a karkötő, tehát hogy megmutatom a hátulját, most nem fog minden kicsomagolni. A karkötő ilyen maccagos hátul, tehát hogy elől lánc van, ilyen rose gold-dal bevont lánc, viszont hátul ez a kis cérnás történet, és ez pedig a lánc, ilyen állíthatós, viszont nagyon-nagyon vékony, úgyhogy nekem nagyon tetszettek, mert gyönyörű, tehát tényleg le a kalappal, és a karkötő volt, azt hiszem, már elraktam a számlát, mert úgyis viszem be a munkahelyre, a karkötő volt 22 euró, tehát ő, a nyaklánc pedig azt hiszem, hogy 40. Tehát ilyen 62 eurót fizettem ezért a szettért, de egyből beleszerettem, és megnéztem így aranyban is, de abban, mint mondtam, annyira nem tetszett, mert nagyon ilyen sárgás arany volt. Úgyhogy emellett döntöttem meg. Volt egy-két dolog, amit még megnéztem, de volt, amiből például gyűrűt láttam, de nem volt belőle a méretem, úgyhogy úgy voltam vele, hogy jó. Ez így tökéletes lesz egy ilyen szép kis szettnek. És igazából lehet, hogy meglepő, de ennyi. Ugyanis amit még vettem, voltam még a Peek & Cloppenburgban, és a páromnak vettem két pólót, ami már a mosásban van, mert szeretné elvinni nyaralni. Egy ilyen nagyon szép színű, mind a kettő a jobb jeans-től van,
és nagyon jó anyaguk van. Egy sötétkék póló, vagy hát egy ilyen érdekes sötétkék sima póló, és egy nem is tudom, ilyen májvás, rózsaszínes, de sötét, talán ilyen lilába hajló, de ilyen koszos, tehát hogy nem ez a rózsaszín póló, nem tudom megmutatni most így sajnos, de ilyen sötét, májvás póló. Nagyon jó színe van, és ilyet nem igazán látok férfiakon általában, viszont egyáltalán nem nőies, úgyhogy kérdeztem tőle, hogy ez tetszik-e neki, és nagyon le volt nyűgözve attól a színtől. Tök jól lehet kombinálni, szerintem farmerre is jól fog kinézni, úgyhogy igazából neki vettem két pólót, nekem meg ezt a nyaklánc és karkötőszettet, úgyhogy ma mindent elintéztem. Most én itt is maradok, és el is kezdtem a következő videót, ami meg egy haul videó lesz, méghozzá egy Notino és Amazon haul videó, és lehet, hogy azt fogjátok először látni, még meg kell, hát kell gondolnom, melyiket tudom előbb megvágni, mert azt ma fel kell töltenem, de mindegy, lényegtelen erről beszélni. Köszönöm, hogyha megnéztétek ezt a mai videót, sziasztok!